Romhányi József, nyúliskola. Erdő szélén nagy a móka, mulatság. Iskolába gyűlnek mind a nyulacskák. A tanító ott középen az a nyúl, kinek füle leghosszabbnak bizonyul. Kezdi az oktatást egy fej káposztával, hallgatják is tátott szájjal. Az egymást tapasztó, táposztó levelek képezte káposzta letépet leveleim belül tapasztalt betétet, mely a kopasztott káposzta törzse, úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára sorjába visszatapasztjuk a letépet táposztó káposzta leveleket a tapasztalt rendben, akkor szakasztott, helyesen, fejesen szerkesztett káposztát képeztünk. Ez a lecke, megértettük? Kérdezte a nyúltanár. Bólogattak a nebulók, hisz mindegyik unta már. Akkor rögtön feleltetek. Lapult a sok tapsi fül, füllentettek, dehogy értik, és ez most mindjárt kisül. Nos, felejt te, nyuszi-gyuszi, állj két lábra, s vázolt hát, mi történik, ha ízekre bontasz egy fej káposztát? Jól lakok. Felelte elképesztő képzetten a kis káposzta kopasztó ebugatta, de a tanár megbuktatta.